2020-ban nagyon komolyan elkezdtem foglalkozni ennek a régiónak az egyház történelmével. Bevallom őszintén, hogy amikor ide kerültem Tomaj monostorára néhány éve, akkor elkezdtem foglalkozni ennek a gyülekezetnek, ennek a településnek a múltjával. És rájöttem arra, hogy ennek a településnek a születési körülményei igazából tehát nincsenek meg. Elkezdtem egy kicsit kutatni, és volt olyan, amikor eljöttem erre a dombra, emlékszem egyébként még ez akkor volt, amikor nem voltam Tomaj monostori református lelkész, de a Tégla Múzeum Tisza Szent Imrén megszületett, és találtam Árpád-kori téglát. Itt ezen a dombtetőn. És elkezdtem kutatni, és rájöttem arra, hogy az egyháztörténeti adatok alapján, hogy itt bizony Tomaj monostorának van egy olyan különlegessége, hogy itt állt valamikor egy apátság. És elmélyedtem az egyháztörténeti kutatásokban, írtam egy 15-20 oldalas tanulmányt ennek a régiónak az Árpád-kori múltjából, hiszen a régi oklevelek nagyon sok információt tartalmaznak, egyháztörténeti dokumentumok is vannak, volt a Megerbe az egyházmegyei levéltárba is kutatni, és összeállt egy olyan tanulmány, amivel megkerestem dr. Virágos Gábort, a Magyar Nemzeti Múzeumnak az igazgatóhelyettesét. Letettem az asztalra, én nem vagyok ennek a régiónak, ennek a korszaknak nem vagyok a szakértője, de őt ez a tanulmány meggyőzte. És igazából egy hónap múlva kiküldött ide egy 30 fős specialista csoportot, ahol georadarral, fémkeresővel és különböző korszakoknak a szakértőivel eljöttek, bejárták ezt a régiót, és a látogatás után kaptam egy héttel, felhívott Gábor is azt mondta, hogy Guszti, ha állsz, akkor ülj le, és nyisd meg az e-mailedet. És küldött egy olyan e-mailt, amikben benne volt a Tomai apátságnak a georadaros alapja, ahol gyakorlatilag egy ilyen 28-30 méteres apátsági épületnek az alaprajza rajzolódott ki, és rájöttünk arra, hogy igenis, ezzel foglalkozni kell, mert hogy minden egyes településnek a magát a tatárjárás utánra datálja nagyjából ez a régió. És kiderült, hogy ennek a régiónak, ennek a településnek van egy olyan sokkal régebbi születése, a születési anyakönyvi kivonata, amit elkezdtünk igazából kifehéríteni, kirajzolni, és hogy egyre több információt mutatnak meg ezek a régészeti kutatások ennek a településnek, és ennek a régiónak a vallásos születéséből, gazdasági hálózatából. Eddig a körülbelül egy ilyen, láttam egyébként egy ilyen rajzot erről az apátságról, és körülbelül 80 kocka van ezen a rajzon, és ebből 10 kockát sikerült feltárni. Igazából az történt ebben az évben, hogy elindult ennek az apátságnak a feltárása, és úgy tűnik, hogy a Nemzeti Múzeum legalább egy ilyen 5-6-7 év alatt szeretné ezt az egészet feltárni. Mivel ugye tehát ez a szakma nincs túl finanszírozva, ezért évente csak 3-4 hetet tudnak a régészek foglalkozni ezzel a kutatással, de az a lényeg, hogy ez a kutatás elindult, és hogy megtaláltuk a régi kör rotundát, ami valószínű, hogy ez az első templom volt a környéken. És az az érdekes, hogy amikor ugye korábban, amikor ezeket a templomokat felépítették, akkor a betelepült magyarok, azok vándoroltak, azok állatokat tartottak és vándoroltak. A vízrajzot rá kell vetíteni a mostani térképre, a mostani térképekre, és kirajzolódik az az élettér, ami 800-900 vagy 1000 évvel ezelőtt itt fogadta a betelepülő magyarokat. És amikor a templomot felépítették, akkor a településrendszer megszilárdult. Az utak rendszere megszilárdultak, és igazából kirajzolódik egy olyan múlt, ahol megszületett ez a település. Megtaláltuk a körrotundát, az első templomot, megtaláltuk az apátságnak az alapjait, és nagyon sok sírt találtunk. Hiszen abban az időben a templomok köré temetkeztek, és egy nagyon izgalmas koporsót, sírt találtunk meg néhány napja, ami valószínű, hogy a magyarikosa családnak egy őse lehetett, hiszen 200-250 éves lehet körülbelül a sír, egy fakoporsó, úgyhogy igazából egy ilyen 800 éves történelme ki fog rajzolódni ennek a településnek, ennek a régiónak azzal, hogy itt feltárjuk, hogy mit takar a föld. A továbbiakban a kutatás szakmai oldaláról volt szó. Mint megtudtuk, vizsgálják az apátság közvetlen környezetét,
Fémleletek kerültek elő, az apátság falai megvannak, illetve sírokat is találtak, tudtuk meg Bakos Gábor régésztől. Jelenleg itt Tomaj Monostorán az apátságnak, az egykori apátságnak az épületét tárjuk fel, de nem csak az apátság épülete a lényeges ebből a szempontból, hanem vizsgáljuk egyben a lelőhelynek a közvetlen környezetét is fémkereső műszeres kutatással és terepbejárással is. Miket találtak pontosan eddig? Eddig igazából túlnyomó részt a középkor időszakából, vagy arra keltezhető fémleletek kerültek elő, ami viszont a nem fémleleteket illeti, megvannak ennek az egykori apátságnak a falai, megelőzően az Árpád-kori rotundának a fala, sírokat találtunk, megkutattuk ennek az apátságnak az őt körülvevő körárkát is, és egyelőre itt tart a kutatás. Most jelenleg szelvényrendszerben, szelvényhálórendszerben dolgozunk, 4x4 méteres szelvényhálókban, és ezekben folyik a kutatás részletről részletre. Igazából az első év, most ez az első kutatóév arról szól, hogy hogyan tudjuk ezt úgy megkutatni és a rétegrendet megvizsgálni, hogy mire számíthatunk, hogyha a későbbiekben ezt a kutatást folytatni szeretnénk, már pedig folytatni szeretnénk, hogyha erre lesz forrás és lehetőség. Alapvetően én úgy gondolom, hogy itt most jelenleg elpusztult falakat, omladékot, törmeléket, alapozási árkokat találunk. Tehát felmenő falak nagyrészt nincsenek. Következtetni tudunk arra, hogy milyen kiterjedésű volt, milyen volt az alaprajza és hogyan nézhetett ki nagyjából, azonban ezeket nagyon-nagyon nehéz rekonstruálni. Ezért láthatunk szerintem az országban többször olyan romokat, romkerteket, amik ilyen mondjuk úgy térdig érő kis romcsoportok. Noha itt is első lépésben én úgy gondolom, hogy ennyi egy megvalósítható elképzelés lehetne hosszú távon, és aztán nyilván a műemlékes kollégák meg tudnák válaszolni, hogy mi az, ami rekonstruálható ebből az egészből. F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő elmondta, hogy a kezdetek óta figyeli a kutatást. Nem csak a település, nem csak a régió, hanem az ország számára is fontos, hiszen olyan középkori, késő Árpád-kori monostornak a romjait találtunk meg, amiről írásos emlékek vannak. Emlékek vannak a település nevében is, és jó azt látni, hogy itt az Alföld közepe, akár a tatárjárás idején, akár a török időkben egy gazdag kulturális, vallási központ volt, és hát nekünk az a célunk, hogy ezután is az legyen. Igazából még csak most ismerkedünk azzal a gondolattal, hogy micsoda hatalmas monostor volt itt és templom, aminek a feltárása most végzik a Nemzeti Múzeum régészei. Én azt gondolom, hogy még csak ismerkedünk azzal a mérettel, azzal a monumentális építkezéssel, ami itt zajlott. Rácsodálkozunk, hogy itt az Alföldön, ahol a kis települések vannak, ilyen vallási központok voltak. Én azt gondolom, hogy csodálatos ez a feltárás, és még több csodába fogunk részesülni, hogyha követjük a munkát. Huba Imre, a Jászhegykun Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke arról szólt, hogy a hagyományaink megértése elengedhetetlen a múltunk ismerete nélkül. Részben az identitásunk szempontjából is fontos, hogy tudjuk, hogy a gyökereink meddig nyúlnak vissza, és hogy milyen talajból táplálkozhatunk, és hogy a hagyományainkat jobban megértsük, a hagyományaink eredetéhez, a hagyományaink megőrzéséhez és a továbbadásához szükséges információk a mai kor vívmányai szerint lehető legnagyobb mértékben álljanak rendelkezésünkre. Az itteni ásatások is jelzik, hogy elképesztően gazdag lehet ebben ez a tomba, hol most olyan Tomaj Monostor a határában, és hogy számos olyan feltáratlan kincs lehet itt, akár tudományos, akár kulturális értelemben, ami meg fogja erősíteni, hogy ez a térség gazdasági, szellemi és közigazgatási centruma is lehetett egyben, és ez mindig kötődött a valláshoz, és a vallásos ősi hagyományokra épülő gondolkodásmódunk az cseppet sem tűnik a valósától elrugaszkodottnak, hiszen nem pusztába kiáltott szó az, hogy nekünk van hitünk, és a hitünknek vannak mélyen gyökerező momentumai, többek között ez a feltárás is ennek fogja a tárgyi bizonyítékait föltárni, és nagyon szorítok azért, hogy egyrészt a szakembereknek a munkavégzése zavartalan lehessen, másrészt pedig, hogy legyen majd alkalmunk és módunk arra, hogy az itt feltárt kincseket és itt feltárt építmény maradványait méltó módon tudjuk majd bemutatni az utókor számára, hiszen, ahogy említettem, a vármegyi identitása szempontjából ez nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a múltunkkal, hiszen csak akkor van jövőnk.